Sziasztok, mindenkit sok szeretettel üdvözlök. Az előbbi kis kitérő után folytassuk onnan, ahonnan a legutóbb valóban abba hagytuk, illetve valójában abba hagytuk a játékot. Ugye ebből a laboratóriumból jöttünk ki, megnéztük a bárka prototípusát Catherine-nel. És egy egészen eddig számunkra ismeretlen helyre kerültünk. Amit most szépen megnézzünk, körbenézünk. Ó! Bizony van itt egy holttest, és van a kezébe valami, amire nekünk nagy szükségünk lesz a továbbjutáshoz. És igen, ha minden igaz, akkor itt is közlekedni fog egy szörnyike. Looks like a part is missing. It's missing a chip or something. Igen. Anélkül nem működik. Írja is, hogy biztonsági hiba, helyezze be a csatoló csipet. Azt kell megszereznünk. Az van ott a holttestnél. It got out of hand. I'm in sector RD4. Did you get everyone downstairs? Yeah, we're safe for now. But you need to get moving. They're gonna figure out where we are and come for us. Don't worry about it. The stairs are blocked and I killed the elevator. Pull the connector chip from the lock. Fine. That means you're stuck as well. Only way to keep you guys safe. Take the shuttle, go to Omicron. God damn it, Juan. You just had to be the hero, you bastard. Good luck, sir. Tell Alice I love her. Brandon Vant hallhattuk, ahogy Tom Meyerrel beszélt. Megtámadták őket a proxik. Ez itt valószínűleg vannak a vére. És ide vezet. Ebbe a helységbe, ahol nem tudunk bemenni. Látjuk is, hogy ott van a vér a kapcsolón. És ugye ott van ő bent a holtteste. Na, szóval óvatosan kell itt is mozognunk. Itt van két szerencsétlen, akiket a feg életben tart. Áó. Nem volt éppen hangtalan. Itt is van vérnyomaszta. Ó! Oh. Te jó ég. Minden igaz, innen indult az egész. Ezen a vizsgáló ágyon valami nagyon durva történhetett. Ajaj. Terry Akers. Kiválta a saját szemét. Emlékeztek, néhány epizóddal korábban találtunk szemgolyókat. Azok Akers szemei voltak. Ez meg is történt. Dr. Eames
Szóval Terry Akerst, aki rengeteg strukturális gélt fogyasztott el, ugye a feg teljesen átvette felette az irányítást, és el is deformálta elég rendesen. Miután behozták, itt ezen az ágyon kezdték vizsgálni, és hát itt kezdett el örjöngeni, amikor is már nem önmaga volt, hanem a feg által irányított valami más. Itt látszik is, hogy elindult erre. Hát a szemben lévő helységbe is meg is fertőzte ezt a doktornőt, aki szintén strukturális géllel fertőződött, de az ő átalakulásait ezen a ponton meg is rekedtett. Ő egy vegetáló állapotú valami jelen pillanatban. Na nézzük. Akers 2104. január 16-a. És itt időben visszafele fogunk menni, itt a naplókat illetően. Terry Akers életkora 6... Hojaj! Itt van. Ki tudja nyitni az ajtót? Menj el, léci. Menj el, léci. Bejön ide. Egy kicsit azért így izgalmasabb a játék, ugye? Ja, Istenem. Hát csak pofán vert minket és elment, úgy látom. Csak nagyon szar állapotban lettünk így. Ajjajjajjajj, de szar állapotban vagyunk. Na szóval Terry Akers 66 éves férfi. Az egyik legrosszabb eset, amit láttam, és valószínűleg a saját hibája okozta. Megvakította magát, és belső szerveit eltömítette strukturált géllel. Meglennék meglepve, ha valaha is felébredne a kómából. Hát itt van, az előbb vert ránk egy nagyot. Ha Hart abszurd történetére gondolok, el tudom képzelni, mi történhetett a lambdánál. Lehetséges, hogy a feg képes arra, hogy megváltoztassa, és újraépítse a... Megint jön. Ó, a bánatba menjek. Pedig azokat a naplóbejegyzéseket el akarom olvasni. Viszonylag közel van. Vanessa Hart, 28 éves nő. 2103. december 20. Hart a körülményekhez képest jó formában van, csak zúzódásai és egy hipotermiája van, amelyet hosszú séta okozott. Nehéz alátámasztani a történetét, mint hogy ő volt az egyetlen, aki visszatért. Ő is proxy lett, ha minden igaz. Mind a négyen proxy lettek talán. Chan, 2103. november 1. Életkora 37 éves nő. Mint általában... Catherine Chan... Hát ő Catherine. Ő nem lett izé. Akkor hülyeséget beszélek. Mint általában Chan csendes, és mindent megtesz, hogy kerülje a szemkontaktust. Ő nem akar itt lenni, de Stormeyer újabb értékelést követel. Chan ugyan nem makacs se... Megint jön. Igen.
tudom, mennyi jó ötlet, mennyire jó ötlet megint ugyanoda bebújni. Megpróbálom tovább olvasni. Chan ugyan nem makacs, se nem tisztességtelen, de nem beszél, ha nem muszáj. Általában nehezen jön ki az emberekkel, beleértve az orvosokat is. Catherine Chan gyenge karakter, a tökéletes áldozat ahhoz, hogy másik elnyomják és kedvük szerint egre céloztassák. Ő egy rémült egérke, nem akar felidegesíteni, szóval csak ülünk csendben és töltjük az időt. Konrad, 41 éves férfi, Konrad halott, PP főzt az agyát egy V-Remmel mézer a bárka agypásztázás követően. Világos, hogy egy újabb folytonosság rajongó ölte meg magát, hogy elfoglalhassa a helyét a bárkán. Igen, ez így történt. Na most a sunyogási a főszerep, csak megtanulok beszélni is. Előbb-utóbb. Nem merem nyitogatni, meg csukogatni az ajtókat, csak nem nagyon muszáj, mert annyira hangosak, hogy nem igaz. Hát itt muszáj lesz. És a szellőzőben közlekedik. I hear you, Brandon. What do you got? Akers and his critters are ferocious. They pick up on every move. There's no way. Jaj, muszáj hatókörben maradnom, hogy meghallgassam. Jó, még egyszer. Strohmeyer, you there? I hear you, Brandon. What do you got? Akers and his critters are ferocious. They pick up on every move. There's no way past them. Then we'll fight them. We got to get to the shuttle. And end up like Shank and Adams? No way. Listen. I'll create a distraction and pull them to me. Get the gang to the shuttle station. Wait, Brandon, what are you doing? Don't worry, Alice. I'll be back as soon as you guys are safe. It won. Just load up the shuttle and be ready to go. Are you sure about this? I don't plan to die today, sir. See you at the shuttle. It won. Olvasni való. Feladatlista. Túlélni a bárka projektet, véget vetni egymás gyilkolásának, kiküldeni C-t és a csapatot, nem tudom ki ez a C, talán Catherine. Biztonságban helyezni mindenkit, élvezni az Armageddon perceit. Ja. Ja. Akers nincsen egyedül, legalább három idegen lény, ellenőrizni és leszárni a zsilipkapukat, elindulni lefelé, mágnes vasút az Omikronra. Ó, ajtózár felülbíra. Igen, ez a helység volt zárva. Ezt kéne valahogy kinyitnunk. Közel van megint. Mégpedig úgy tudjuk kinyitni, hogy egy másik helységet le kell zárni, mondjuk ezt. És akkor így már nyitva, így be tudunk menni ahhoz a hullához. Hoppá, már hogyha összejön. Mert hát ugye itt van Akers bácsi. Itt járkál a nyakunkra.
előzőben van. Semmi. Akers. Kint van a folyosókon. Az a baj, hogy tudja nyitni és zárni az ajtókat. Ez nagy probléma. Nem tudtam hirtelen, ez még helység. Hát persze onnan is tudhattam volna, abban nem énkedtem, hogy esetleg van itt egy ilyen gyógyító pont. Ez nagyon kéne. Megint a szellőzőben van. Most kéne megpróbálni. Igen, igen. Itt tudok gyógyítani, ezt most megtesszük. Még egyet rám ver és meghalok. De gyere be! Csöndbe vagyok, nem vagyok itt. Nem is létezem. Kérlek, ne gyere be. Mász vissza a szellőzőbe, hogy mi a szar az. Oké, hát ha nem fog bejönni, eddig nem tette. Igen, ő Brandon van. Brandon van. Jajjaj, hát igen. Elég rendesen kergették őt. Jajjaj. Na is van a bal kezében valami. Ami nekem nagyon kell.
sorry about before, Brandon. I'm sorry we couldn't let you rest in peace. Szerintem most mászott vissza. Vagy hát nem tudom. De ide kell a chip. Tehát még nem tudjuk használni a franc. Keresni kell egy számítógépet, egy terminállal, ahova be tudjuk ezt tenni. Vajon hol lehet? Nem működnek. Jaj, tudom, ott ahol kinyitottuk a... Ó, hát az messze van. Megyek erre. Nem mondta, hogy nem... Nem jól kerültem meg. Basszus! Zsákutca, mi? Menj el szépen, nem vagyok itt. Menj el. Menj el. Nem fog elmenni. Istenem! Meg ne fordulj! Hát... miért? Úgy, menjél szépen! Menjél! Nem is arról hallottam, amerről végül jött. Hú. Szerintem most mászott vissza az izébe. Igen, a szellőzőben van.
méghozzá itt van feletten. Ó. Oh. Menj innen. Ott van. Ne gyere be. Visszafordult. Oh. Fordulj már vissza. Elfele menjél. Ott mozog. Arra fele megy. Jó. Fú. Ez megvan. Van okot fosni, Simon. Én is fosok. Jön vissza. Oké. Okay. Mindig itt van a küszöbön. Szinte. Ugye fak, nincsenek szemei, kivájta. A szemeit viszont rendkívül éles hallása van. Talán most. Hát... Azt hittem messzebb ment. Azt hittem messzebb ment. Ne. Bejött ide. Ne. Messzebbre. Igen. Ez az. Szépen lassan csöndben. Basszus. Bejött ide. Mögöttem megy éppen. Közel van.
Faszba, milyen rohadt sötét van. Ne! Ne! Ó, Istenem, basszus kulcs! Most vajon merre megy? Csönd lett. Hol lehet? Jó helyen vagyok, jó helyen vagyok. Kérlek. Ah. Gyerünk már. Igen. És? Gyerünk. Parafaktor az van. Fú. Hát ez az, ami hiányzott a bug miatt. De most már megoldva, hál' Istennek a dolog. Innentől kezdve nem lesz több probléma ilyen bug, legalábbis. Oh, egyéb problémák lesznek a játékon belül. Ó, nagyon jó. Szóval sem jutok. Ó, basszus. Oj, de szép hely megint. Egy ajtó. Ezt nem tudom kinyitni. Ott egy szerencsétlen. Megint nem tudok menni. Itt is van egy ajtó, de ez zárva van. Egy út maradt. Mimi, honnan jössz? Ott jött le a lépcsőn. Egyébként ez volt az a scriptelt jelenet, ami a szörny hiányában, ugye mivel a bug miatt nem jött elő. Itt megakadt a játék. Úgyhogy ezután én sem tudom, hogy mi fog történni. Fú, basszus.
Hol a francba lehetünk? Don't move. It's okay. Dick. What? It's over now. Relax. Ashley? What are you doing here? Hanging out, like couples do. We're not... You don't want me? Yes, of course. But what happened? We fell in love. Huh. Hoppa. Mi a szar? Most zuhant le a lift? Igen. Ajjajjaj. Ó, basszos kulcs. Na jó, innen fogjuk folytatni a következő epizódban. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok!